Ezúttal azt fogjuk megnézni, hogy mi is lehet a világot irányító elit célja azzal, hogy a dohányzást visszaszorítja, korlátozza, illetve ahogy látjuk, hamarosan be is fogja tiltani azt. Mielőtt a jelenlegi helyzetet megnézzük, csak néhány lépcsőfokot vegyünk szemügyre abban a folyamatban, ami eljuttatott minket idáig. Ez Wikipedia és a dohányzásról szóló bejegyzés, különösen annak egészségre gyakorolt káros hatásairól. Ezekben nem fogunk most belemenni, hiszen ez egy hosszabb téma lenne, de mindenki, akit érdekel, meg tudja nézni ezt. Ezúttal arra fogunk koncentrálni, hogy hogyan is jutottunk el idáig. Itt az első fontos lépcső 1953-ban történt Sloan Kettering Institute New Yorkban. Ők demonstrálták azt, hogy a cigaretta kátrány az egerek bőrére felkenve későbbiekben halálos rákot okozott bennük. 1964-ben az Amerikai Egyesült Államokban egy a dohányzásról készült szövetségi riport hatására több millió amerikai hagyta abba a dohányzást. Ekkor kezdődött el bizonyos reklámtevékenységek betiltása, melyek a dohányzással voltak kapcsolatosak, illetve ez az az időpont, amikor kötelezővé vált a figyelmeztető jelzések elhelyezése a dohánytermékek csomagolásán. Még egy érdekes adatot itt megmutatnék. 2006 márciusában tiltották be a nyilvános, zárt helyeken a dohányzás Skóciában, és ez 17%-os csökkenést eredményezett szív- és érrendszeri megbetegedések terén, de ami érdekesebb az az, hogy 67%-os csökkenés volt tapasztalható a nem dohányzók körében. Ezen az ábrán láthatjuk, hogy hogyan alakulnak a dohányzást betiltott törvények világszerte. A legvilágosabb szín azokat a területeket jelzi, ahol nincsen a dohányzást korlátozó törvénykezés, míg a többi terület azt jelzi, hogy ezekben az országokban már elkezdődött a dohányzás korlátozása. A legerősebb a bordó, színnel jelzett területeken, azután pedig természetesen, ahogy világosodik, egyre kevésbé szigorú, de még ez a világosabb szürke itt, ez is erős, helyi korlátozást jelöl. Sőt, ebből a kördiagramból kiderül az, hogy majdnem 1 milliárd ember él azokon a területeken, ahol valamilyen módon korlátozzák a dohányzást. Ez a grafikon pedig azt mutatja, hogy 2004-jel elkezdve hány országban kezdődött el a dohányzás korlátozása. Láthatjuk, hogy 8 volt 2004-ben, 2009-re ez 44-re nőtt. Ez a 6 ország, a bordó területek, ezek azt jelzik, ahol egyáltalán nincsen kivétel a zárt területek esetében, semmilyen kijelölt dohányzásra alkalmas helyiséget nem fogadnak el, akkor sem, hogyha ez valamilyen módon szellőztetve van. Egyébként megtudhatjuk azt is, hogy az éves bevétele a dohánygyáraknak 378 milliárd dollár, 5,4 millió haláleset hozható kapcsolatba valamilyen formában a dohányzással, ami nagyjából azt jelenti, hogy egy haláleset az 70 ezer dollár kiesést jelent az iparnak. Ez az 5,4 millió, ez 7 millióra fog emelkedni 2025 és 2030 között. A kördiagramból az is egyértelmű, hogy a férfiak túlsúlyban vannak a dohányzók körében. Ez a világos szürke, illetve ez a sötét szürke jelenti a férfiakat. A világos szürke a fejlődő országokban, ez a sötét pedig a fejlett országokban. A legnagyobb dohányipari cége pedig a Kínai Nemzeti Dohányipari Vállalat, a Philip Morris, a British American Tobacco, a Japan Tobacco, Imperial és az egyéb cégek. Ha visszamegyünk a történelemben, akkor 1575-ben a Római Katolikus Egyház Mexikóban már próbálkozott a dohányzás tiltásával. Ekkor ugye csak még a templomokban. 1604-ben Angliában az adóemeléssel próbálkoztak. Az Ottomán Birodalomban 1633-ban már megtiltották a dohányzást, és a dohányosokat kivégezték. 1590-ben 7. Urbán és 1624-ben 8. Urbán pápa
Szintén betiltotta a dohányzást a templomokban. Az első európai dohányzás ellenes törvények Ausztriában, illetve Bajorországban léptek életbe a 17. század végén. 1723-ban Berlinben, 1742-ben Königsbergben és 1744-ben Stettinben. Az 1848-as forradalmak azonban ezeket a törvényeket semmissé tették. 1876-ban Wellingtonban, Új-Zélandon lépett életbe az első törvény, amely megtiltotta egy épületben a dohányzást, ez pedig a régi állami épület volt. Érdekes a folyamat, 1890-től 92-ig Kanadában három helyen is betiltották a fiatalkorúak számára a dohányzást. Ez később 1908-ban kibővült minden területére Kanadának. 1890-ben 26 amerikai állam tiltotta meg a dohányzást hasonló korúak számára. Érdekes módon a náci Németországban szintén betiltották a dohányzást, 1941-ben minden egyetemen, postán, katonai kórházban és a náci párt minden irodájában. 1975-ben aztán Minnesotában betiltották a dohányzást minden nyilvános épületben. Először az éttermekben kötelező volt a nem dohányzó részleg, azonban 2007-ben betiltották a dohányzást az éttermekben és a bárokban az egész államban, úgy mint Minnesotában. 2009 áprilisára 37 államban tiltották meg a dohányzást ilyen vagy olyan módon. Kaliforniában egész városokban, kivéve természetesen a magánlakóhelyeket. Parkokban és a tengerparton szintén. Peruban 93 óta tilos a nyilvános helyeken a dohányzás, úgy mint a zárt helyeken, illetve a közlekedési eszközökön. Új-Zéland 2003-ban tiltotta meg a dohányzást iskolákban, iskola területein, illetve a munkahelyeken. 2004-ben Írország, majd Norvégia. 2006-ban pedig a már korábban említett skót törvény is megszületett. Az Egyesült Királyságban 2007-re betiltották mindenféle nyilvános helyen a dohányzást. India 2003-ra jutott el idáig, Nepál pedig 2010-re, Venezuela 2011-ben csatlakozott. Törökországban 1996-ban kezdődött ez iskolákban, kórházakban, vonatokon, buszokon, illetve állomásokon. 2008-ra minden nyilvános zárt helyen tilos volt a dohányzás. 2004-ben aztán Bhután lett a világ első országa, ahol teljes mértékben tilos volt a dohány termesztése, betakarítása és abból aztán bármiféle dohánytermék előállítása. Türkmenisztánban 2016-ban betiltották a dohánykereskedelmet. Új-Zéland 2025-re, Finnország pedig 2040-re szeretné elérni azt, hogy a dohányzás teljesen eltűnjön az országba. Brazília 2012-ben mindenféle ízesített dohányt betiltott. Jelenleg mi ott tartunk, hogy Lázár János azt szeretné, hogy 2020 után születettek számára tilos legyen a dohányzás, illetve hát az, hogy Magyarországon legálisan vásárolhassanak dohányterméket. Ezt ők bele szeretnék venni az alaptörvénybe is. Ő egyébként teljesen betiltaná a dohányzást és csökkenteni a nemzeti dohányboltok számát is. Így most már mindenki kezdi megérteni szépen lassan, hogy a nemzeti dohánybolt, illetve hát az a 2012-es trafiktörvény minek is volt a kezdete. 2020 előtt születettek, 2020 után is vehetnének cigarettát a boltokban, azonban aki 2020 után született, azok már akkor sem, hogyha 18 évesek elmúltak. De a lényeg egyébként itt jön, úgyhogy mindenki figyeljen nagyon. Lázár János javaslatát azzal magyarázta, hogy a dohányzás nem alapvető emberi jog. Szerinte a dohányzók korlátozzák a nem dohányzókat az egészséges élethez való alapvető jogukban, azért azt tiltani kell. További szigorításokat tervez, nem lehetne autóban dohányozni, és az e-cigik eladását is megtiltaná. Az abszolút tilalom célja az, hogy Magyarország elsőként legyen füstmentes ország a világon. A dohányzás egy nagyszerű kísérleti alany idézőjelben arra, hogy az embereket hozzászoktassák ahhoz, hogy a jogaikat korlátozzák. Ez csak a dohányzással kezdődik most. Aztán majd később egyre több és több olyan dolog fog felmerülni, aminek majd ilyen vagy olyan módon korlátozni kell az elérhetőségét. Úgy, mint az alkohol, a hús, a sport, a vallás. Hiszen, hogyha így közelítjük meg, ahogy ők ezt megközelítik, akkor minden valamilyen módon korlátozza valakinek a jogát. Ami történik, az az embereknek a hozzászoktatása, a programozása arra, hogy elfogadják a jogai korlátozását.
A trafik törvényben egyébként 2-3 ezer fős körzeteket alakítottak ki, azonban ezt ő 4 ezerre emelni, ami több száz nemzeti dohánybolt bezárását jelenti. És ez folytatódik tovább, és azok, akiknek van értelme, azok látják, hogy mi is az, ami a háttérben meghúzódik. Ez az átalakítás egyébként azzal is fog járni, hogy az egészségügyi járulékokat felemeli. Itt arról lenne szó, hogy akik nem mennek el az állam által biztosított szűrővizsgálatokra, több járulékot kell, hogy fizessenek. Ez pedig már több, mint egyszerű korlátozása az ember jogainak. Itt már arról van szó, hogy kényszert alkalmaznak, hogy az ember rávegyék bizonyos dolgoknak a megtételére. És ráadásul ez nagyszerűen hangzik, nem? Aki nem megy el a szűrővizsgálatra, az fizessen többet. Értse meg mindenki azt, hogy egyelőre ez az, amit látunk. Képzelje el mindenki, hogy 5-10 éven belül, mikor hozzászoktunk ehhez, meg az összes többihez, ami ezután jön, mi az, amivel még elő lehet állni? Szépen lassan az emberek hozzászoknak, és aztán jönnek az újabb és újabb törvények. Korlátozzák az emberek jogait, és a kötelezettségeit pedig növelik. Én a kezdetektől fogva azt mondom, mint ahogyan lesz is szerintem, hogy a rendszerben való életet, illetve az úgynevezett fenevad bélyegét nem kell az emberekre rá kényszeríteni. Most már láthatja mindenki, hogy egyszerűen lehet úgy alakítani a körülményeket, hogy az embernek nem lesz választási lehetősége. Mármint akkor, hogyha az embernek nincsen hite, vagy a rendszerben hisz, vagy valami másban. De így vagy úgy a túlélés lesz a tét. Kevesebbet akar valaki fizetni, el kell menni a szűrővizsgálatokra. Vagy részt kell venni a védőoltás programokban. Ha valaki szociális járulékot akar, nyugdíjat szeretne, meg akarja kapni a fizetését, adót akar fizetni, része kell, hogy legyen a rendszernek. Ha nem, nem probléma, de akkor ezeket a szolgáltatásokat nem veheti igénybe. Valaki vagy része az államnak, és elfogadja mindazt, ami azzal jár, vagy nem része, és akkor mehet dolgára. Egy olyan világban, ahol az emberek egyáltalán nem tudnak magukról gondoskodni, és hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy bemegyünk a boltba, megveszünk minden, hogy bekapcsoljuk a fűtést, megnyitjuk a csapot, és van víz, felkapcsoljuk a villanyt, és van világítás. Képzelje el mindenki, amikor majd bejelentik szépen lassan, hogy ez vagy az vagy amaz nem lesz elérhető csak akkor, hogyha valaki részt vesz a rendszerben. A Hír TV szerint Lázár zéró toleranciát hirdetne a dohányosokkal szemben. Egyelőre ezek most a dohányosok, akiről szó van. De én megnyugtatok mindenkit, hogy az alkohol ugyanígy lesz, sőt a húsevés szintén ugyanígy lesz. A védőoltás, ezek a mindenféle hoax szűrővizsgálatok, és ki tudja még mi? Védeni kell egymást, és védeni kell a környezetet. Még egyszer kihangsúlyoznám azt, amit felhozott Lázár egyébként indokként. A dohányzás nem alapvető emberi jog, sőt, korlátozza a nem dohányzókat az egészséges élethez való alapvető jogukban. Ezért tiltani is lehet. El fogunk jutni oda, hogy az állatkáknak ugyanolyan jogaik lesznek, mint az embereknek, ezért nem lehet majd húst enni, hiszen mert az gyilkosságnak fog számítani. Ez most abszurdnak tűnik, de már biztos vagyok benne, hogy vannak most is olyan emberek, akik azt hiszik, hogy ez így van. De várjon mindenki 4-5 évet, mire az agymosottak egy új generációra színre lép, és akkor olyan dolgok fognak bekövetkezni, amiről ma még álmodni sem tudunk. A 24.hu pedig végigmegy a dohányzás tiltásának történetén, ahogy azt mi már megtettük korábban. Azt szeretnék, hogy Magyarország legyen a világ első füstmentes országa. Érdekes módon az Izvestia, orosz napilap tavaly januárban azt írta, hogy 2015. január után születettek egész életükben ne vásárolhassanak dohánytermékeket, erre jutott az egészségügyi minisztérium, ez ugye Oroszország. Mutatom tovább, hogy hogyan kényszerít majd az állam embereket arra, hogy részt vegyenek a programjaiban. A tervezet szerint, ez ugye Oroszország, a cigiszünet miatt kompenzációként tovább kell dolgozniuk majd azon munkavállalóknak, akik dohányoznak, és tovább szűkítenik azokat a helyeket, ahol legálisan rá lehet majd gyújtani. Finnországban 1978 óta tilos a dohánytermékek reklámozása, munkahelyi dohányzást 95-ben tiltották be, a bárokban, éttermekben pedig 2007 óta nem lehet rágyújtani. A finn kormány 2010-ben a világon elsőként tűzte ki célul, hogy 2040-re füstmentes legyen a nemzet, amit tavaly 2030-ra módosította. Hiszen az ENSZ tervezete ugye 2030, a 17 fenntartható fejlődés céllal, ugye Agenda 2030. 2017-től a társasházak önkormányzati engedéllyel betilthatják a dohányzást az erkélyeken és a belső udvarokon. Erről Lázár is beszélt egyébként.
Finnországban felemelték a nikotin tartalmú termékeket árusító kiskereskedők éves ellenőrzési díját, így egyre több helyen inkább fel is hagytak vele. Egy újabb példa arra, ahogyan az állam kényszeríthet embereket, illetve cégeket arra, hogy végrehajtsák azt, ami az ő célja. Még néhány ehhez kapcsolódó javaslat a következő: továbbra is tiltsa a kormány az e-cigiket és a hasonló alternatív dohánytermékeket, mert ezekről nem tudni még biztosan, hogy milyen egészségügyi kockázatai lehetnek. Egy dolgot elmondok mindenkinek, és szerintem a legtöbb ember ezzel tisztában van, az pedig az, hogy a kormányt egyáltalán nem érdekli az, hogy mi történik az emberek egészségével. Hogyha ez érdekelné, akkor nem engedélyeznék az egészségügyi rendszer működését, és ott kezdenék a reformokat. Akkor nem engedélyeznék azt, hogy az élelmiszeripar úgy működjön, ahogy működik, hogy mérgezzék az ivóvizet, a levegőt, tegyék a földet, és minden más lehetséges módszerrel kiírtsanak minket. Nem csak ebben az országban, hanem a világon máshol is. Amit a kormány akar, az programozni az embereket, hozzászoktatni ahhoz, hogy a jogaikat korlátozzák, a kötelességeiket pedig emelik. És kényszerítik az embereket arra, hogy alkalmazkodjanak ahhoz, amilyen döntéseket a kormány hoz. Ennek a programozási folyamatnak az intézmény rendszerét úgy hívjuk, hogy oktatás. Itt a kezdetektől fogva engedelmes, szófogadó drónokat képeznek ki, akik igazából nem értik, hogy mi a valóság, és csak abban jók, hogy megtanulják azt az anyagot, amit eléjük tesznek, és azt visszamondják parancsszóra. Mikor arról beszélnek, hogy a gépjárművekben való dohányzást teljesen tiltsák be, illetve hogy kapjanak több jogot a társasházak, hogy betiltsák a dohányzást, valamint még jobban korlátozzák a dohányzást, illetve azt, hogy hány emberre juthat egy trafik, erről volt szó korábban, és hogy legyen egy egységes felügyeletük a dohánytermékeknek. Az természetes, hogy ennek pozitív mellékhatása is lesz ennek a döntésnek, hiszen egyébként nem lehetne ezt meggyőzni az embereket arról, hogy ezt elfogadják. Úgyhogy ez evidens, hogy lesz valamilyen pozitív hatása, az pedig az, hogy több mint 20 ezer 5 és 65 év közötti állampolgár és munkavállaló hal meg évente daganatos, illetve szív- és érrendszeri betegségek miatt, melyeknek egyik fő oka a dohányzás. Ami egy nagyszerű dolog, de mindennek ára van. Így utólag most már mindenki látja, hogy mi volt a célja a nemzeti dohányboltnak, ahogyan azt korábban már mondtam. Lépésről lépésre haladunk egy olyan világ felé, amikor az állam átveszi a szülő szerepét. Ez a programozás nagyon-nagyon régóta zajlik, de most az internet és a social media segítségével ez a folyamat felgyorsul. Már most is láthatók azok a generációk, amelyek teljesen elvesztették a kapcsolatot a valósággal, de ez csak súlyosbodni fog a jövőben. Ez egyébként egy tökéletes folyamat. Mindent a pénz motivál a háttérből és a hatalom, tehát nem kell mindenkit beavatni, egyszerűen csak pénzt és hatalmat kell nekik felajánlani. A rendszer egyébként magától működik. Csak különböző elemeket kell belehelyezni, akik ezt előre viszik évről évre. Úgy tűnik, hogy a parlament, az országgyűlés, a kormány, az államok, legalábbis az az apparátus, ami irányítja a világot, úgy értem, hogy az a közigazgatási rendszer, az rengeteg különböző döntést hoz és számos egységre és alegységre oszlik, azonban az egyetlen és a legfőbb feladata, ami a háttérben meghúzódik, az az, hogy évről évre növekedjen. Ez egyébként teljesen logikus, ha valaki belegondol. Az, aki bekerül ebbe a rendszerbe, azon fog dolgozni, hogy elhitesse a többivel, hogy szükség van az ő munkakörére. Ezért van az, hogy az államapparátus évről évre növekszik, így ahogy növekszik, egyre nagyobb hatalmat gyakorol az emberek felett. Ez tiszta sor kellene, hogy legyen mindenki számára. Az, aki főállásban aktakupacokat tologat az asztal egyik oldaláról a másikra, az nyilván azon van minden erejével, hogy ő még jövőre is ott lehessen és melegíthesse azt a széket. Mindazokért a juttatásokért, ami együtt jár egy állami munkakörrel. Ezért az úgynevezett államapparátus évről évre növekszik. Nagyobb hatalma lesz, és több pénzt emész fel. Ezért növekednek az adók, az illetékek, ezért lopnak el mindent, ami nincs leszögezve az asztalhoz. És az asztal nincs lebetonozva. Remélem, hogy ezzel segítettem egy más perspektívából meglátni mindenkinek a dohányzást, illetve a dohányzás ellenes törvényeket, és talán azt is, ahogyan a világ működik. Egy biztos, semmi soha nem az, aminek elsőre látszik. 2018. 10. hó 22-én ez volt az Új Világrend hírek röviden.
Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, hallujá és shalom! Thank you.